Kedves gyerekek, fiatalok, barátaim, hölgyeim és uraim, akik jelen vagyunk itt ebben a csodálatos teremben, és egy valóságos közösséget alkotunk. Úgy gondolom, hogy ahogyan ennek a sorozatnak a különböző témaköreit megbeszéljük, mindenképpen látjuk azt, ahogyan Isten titkokat fed föl számunkra, hogy hogyan is lábalhatunk ki a válságból. Hadd köszöntsem ma este, különösképpen az Erdélyben, illetve Románia egész területén élő magyar honfitársainkat. Ők azok, akik a televízió képernyőink keresztül, illetve az interneten, kivetítőn keresztül, rádión keresztül követnek bennünket, és szeretném, hogyha jól éreznék magukat, és éreznék az Isten áldását, miközben témáról témára haladunk, és azt látjuk, hogy egyre biztosabbak ezek a titkok, és azt látjuk, hogy egyre biztosabbak azok a megoldások, amelyeket Isten fölfed számunkra. A mai alkalommal mit is jelent bizakodva várni? Gondoljunk csak bele abba, hogy mi történik az esküvők alkalmával. Lelkipásztorként nagyon sok lehetőségem volt látni házaspárokat, az Isten elé állni és Isten áldását kérni frigyükre. Az volt talán az egyik legmeghatóbb, amikor azt láttam, hogy a vőlegény szent izgalommal várta kedvesét. Minden egyes pillanat késés csak növelte izgalmát. De amikor megjelent a mennyasszony, akkor kiderült, hogy megérte várni. Kiderült, hogy minden, amit abba fektetett, hogy várakozott, hirtelen kifizetődött, és meglátta élete választottját, meglátta azt, akivel összeköti életét, és azt mondta magában, bizony megérte várni. Amikor a várakozással kapcsolatosan Isten igéjét kutatjuk, akkor egyértelműen arra a személyre utal a Szentírás, akit mi várunk, aki nem csak hogy a mi szerelmesünk, hanem a mi megváltónk, a mi teremtőnk, ő az, akivel egy örökké valóságon át élhetünk. A Bibliát kutatva, hadd mondjam el önöknek, hogy egy nagyon érdekes felfedezést tettem. Azt látom, hogy a Bibliában 39 ószövetségi könyv arról beszél, hogy a Messiás eljön. Eljön megváltani ezt az emberiséget, hogy megmutassa a kiutat a válságból. Aztán áttérünk a 39 könyv után az Új Szövetségbe. A négy evangéliumi írás nem másról számol be, mint arról, hogy a Messiás, Jézus Krisztus eljött. Ebben az Immanuel velünk az Isten kijelentésben Jézus itt volt ezen a földön. Aztán a maradék 23 újszövetségi könyv arról beszél, hogy ez a Jézus, ez visszajön, és jó, hogyha felkészülve várunk rá. Kérdezzük meg az Úr Jézust, hogy ő hogyan is nyilatkozott az ő visszajöveteléről. Hiszen számomra ezek a szavak a legédesebb szavai az új szövetségnek. János evangélium a 14. fejezet, első versétől a 6. terjedő versekig. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. Az én atyámnak házában sok lakóhely van. Ha pedig nem volna, megmondtam volna néktek. Elmegyek, hogy helyet készítsek néktek. És ha majd elmegyek, és helyet készítek néktek, ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. És hogy hová megyek én, tudjátok. Az utat is tudjátok. Mondta néki Tamás. Uram, nem tudjuk, hová mégy. Mi módon tudhatjuk azért az utat? Mondta néki Jézus, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, hanem ha én általam. Gyönyörű szavai Jézus Krisztusnak ezek. Ezek azok, amelyek az aggodalmaskodást kiírtják a szívünkből. Ezek azok a szavak, amelyek értelmet adnak a ma küzdelméhez. Ha nem lenne egy jobb világ, amit Jézus Krisztus megtervezett és megalkotott számunkra, akkor mi a csodának küszködünk itt ezen a földön? Gondoljuk csak végig, hogy amikor Jézus azt mondja a tanítványoknak,
Drága tanítványaim, én éppen készülök meghozni ezt a mérhetetlen áldozatot, a Golgota keresztjén. De azt szeretném, hogyha az én síromon túl, akár a ti sírotokon túl is azt látnátok, hogy van egy ország, van egy hely, amit én elkészítek számotokra, és amikor elkészül ez a hely, akkor visszajövök, hogy elvigyelek titeket oda, ahol van hely számotokra. Amikor Jézus ezeket a kijelentéseket megteszi, nem véletlenül a bizalomra helyezi a hangsúlyt. Amikor azt mondja itt, hogy ne nyugtalankodjék a ti szívetek. Tetszettek már azt mondani egy édesanyának, aki először engedi el gyermekét vonaton utazni, hogy ne nyugtalankodjék az ő szíve. Minden egyes édesanya nagyon jól tudja, hogy mit jelent nyugtalankodni, aggódni, izgulni a gyermekéért. Erre Jézus azt mondja, hogy ha valami hasonlót érzünk, mint az édesanyák mi miattunk, akkor ne tegyük ezt, mert érdemes benne hinni. Hinni Istenben, és hinni az Úr Jézus Krisztusban. A Webster szótárt föllapozva nagyon érdekes meghatározását olvastam a bizalom kifejezésnek. Jézus Krisztus az eredeti írás szerint nem másról szól itt, mint arról, hogy ebben a válságos időben, ami bizalmunkat és minden bizakodásunkat ő belé, illetve Istenbe helyezzük. A Webster szótár azt mondja, bizalom alapvető függés valakitől vagy valamitől. Hit abban, hogy valami történni fog, hogy valaki cselekedni fog az előírtak szerint. Ez az alapvető köve Jézus Krisztus kijelentésének, és azt mondja, ti bízzatok az én jelenlétemben. Na de hogyan lehet Jézus jelenlétében bízni? Egy kicsit úgy képzelem el, hogy Jézus leülteti a tanítványokat, és azt mondja, ti most bíztok Istenben, azonban eljött az az idő, hogy bízzatok én bennem is. És most közelhajol, és azt mondja, emlékezzetek, hogy amikor már nem láttok engem, akkor is bízzatok én bennem. Tudunk-e bízni Jézus Krisztusban úgy, hogy nem látjuk őt? Egyébként pontosan ez a titka a hitnek. Mert a hit az a nem látott dolgoknak a valósága. Amit még eddig nem láttunk, amit csak remélünk, az a hit. Jézus Krisztus azt mondja számunkra, hogy azért adta a Szentírást, a Bibliát a kezünkbe, hogy ez térképként szolgáljon, és ugyanakkor mutassa számunkra a végcélt. A kereszténység az egy utazás. A Jézussal való kapcsolat egy utazás. De mit ér az utazás célba érkezés nélkül? Akkor csak csavarogunk ezen a földön, ha nem érünk célba. A történetírók följegyzik azt, hogy dr. Albert Einstein vonaton utazott. Belemerült a tanulmányaiba, és egyszer csak megjelent a kalauz. A kalauz kérte a jegyeket, és ahogyan haladt a sorokon, odaér Einsteinhez. Ránéz, és hirtelen felderül az arca, és azt mondja, dr. Einstein, az én vonatomon! Ó, kérem, hadd vegyem elő a naptáramat, és karikázzam be pirossal ezt a mai napot, mert ez életemnek talán a legcsodálatosabb napja. És azt veszi észre, hogy Einstein elkezdi keresni a zsebeiben a jegyet. Rámosolyodik, és azt mondja, figyeljen ide, kérem, én ismerem önt. És mivel ismerem önt, tudom, hogy becsületes ember, és megváltotta a jegyét, ne keresse az én vonatomon, addig utazhat, amíg csak akar. Megértette? És utána fejet csóvál, és azt mondja, hát ilyet, hogy az én vonatomon Einstein utazzon, hát ez fantasztikus. Aztán tovább kezeli a jegyeket, és mielőtt túllépne a másik vonatkocsiba, még visszanéz egyszer, hogy megbizonyosodjon arról, hogy tényleg Einstein volt a vonatján, hogy ne lássa a tudósnak a fehér bozontos haját, és visszalép megkeresni őt. És azt látja, hogy a nagy tudós könyökén és térdein a pad alatt keresgél. Megkopogtatja a vállát, és azt mondja, dr. Einstein, ne keresse a jegyet. Én tudom, hogy ön kicsoda.
Einstein felnéz rá, és azt mondja, én is tudom, hogy kicsoda vagyok, csak azt nem tudom, hogy hol kell leszállnom erről a vonatról, azért keresem a jegyet. Tetszenek látni? A Szentírás Istennek írott igéje azért adott ott számunkra, hogy tudjuk pontosan, hogy mi a célállomásunk. Nem csak azért, hogy tudjuk, hogy melyik vonatra kell nekünk felszállni, hanem megtanít bennünket célba érkezni. Jézus Krisztusnak a szava egyenértékű az ő jelenlétével. A János evangéliuma, ez a négy szem közti evangélium többek között arról szól, hogy amikor Jézus kijelentéseket tesz, ezt egyenértékűvé tehetjük az ő fizikai jelenlétével. Amikor a Bibliát a kezembe veszem, amikor Jézus szól hozzám, ez olyan, mintha ott ülne mellettem a széken, és tanítana engem. Csak egy példát szeretnék mondani erre. János evangélium a 4. fejezetében. Egy kapernaumi királyi főember fia megbetegszik, halálosan beteg, és mint minden édesapa, szereti a gyermekét. Hallja, hogy Jézus csodákat tesz, és a Kapernaum és Kána közötti távolságot Lóháton teszi meg, ami körülbelül 2-2,5 órai út Lóháton, oda rohan, és Jézus Krisztust kéri arra, hogy jöjjön és gyógyítsa meg az ő fiát. A János evangélium a 4. fejezet, 49. versében ezt olvassuk. Mondta néki a királyi ember, Uram, jöjj, mielőtt a gyermekem meghal. Ki tudna ellenállni egy ilyen kérésnek? De Jézus válasza egyszerűen megdöbbentő. Jézus azt mondja, menj el, a te fiad él. És hitt az ember a szónak, amit Jézus mondott néki, és elment. Egy másik evangélista úgy jegyzi fel, hogy ez a királyi ember, ez egy hadseregnek volt a parancsnoka. És azt mondja, hogy én is egy ilyen uralom alá vetett ember vagyok, és hogyha én magam is parancsolok az én katonáimnak, és azt mondom, hogy menj el, akkor az elmegy, ezért az arra kéri Jézust, hogy valami hasonlót tegyen, parancsoljon, és hadd álljon az elő. A Biblia azt mondja, hogy hitt az ember a szónak. Tetszenek tudni, hogy honnan tudjuk, hogy elhitte ez az apa Jézusnak a kijelentését? 2-2,5 óra alatt visszalovagolhatott volna Kapernaumba, gyorsan beronthatott volna a fiának a szobájába, és megnézhette volna, hogy valóban meggyógyult-e a fia. Erre a Bibliából azt olvassuk, hogy ez az ember csak elment és maradt Kánában. Majd pedig a következő napon, megy haza, lovagol a háza felé. A szolgák észreveszik, hogy jön. Ha én lettem volna ez az apa, akkor az lett volna az első dolgom, hogy megnézzem magamnak, hogy a fiam éle vagy sem. Nézzük csak az 52. 53. verseket. Megtudakozá azért tőlük az órát, amelyben megkönnyebbedett vala, és mondának néki, tegnap 7 órakor hagyta el őt a láz. Megérté azért az atya, hogy abban az órában, amelyben azt mondá néki Jézus, hogy a te fiad él, és hitt ő, és az ő egész háza népe. Fantasztikus történet. Mert Jézus szava egyenértékű az ő jelenlétével. Ha ő azt mondja, hogy menj el, a te fiad él, akkor az ő fia él. Megtudakozza, hogy mikor történt ez, és a szolgák azt mondják, tegnap déli 1 órakor történt, és ez pontosan az az idő, amikor Jézus szólt, és Jézus kimondta azt, hogy a te fiad él. Magunkban hordozunk mindannyian egy ilyen résznyi Tamást. Mi mindannyian úgy vagyunk felépítve, hogy szeretünk látni, szeretünk az érzékszerveinkkel is hinni. Sőt, még a végtagjainkkal is szeretünk hinni. Emlékezzenek kérem arra a vasárnap reggelre, amikor Jézus Krisztus feltámadt, és megjelent később a tanítványoknak, és mindenki a tanítványok közül arról beszél, hogy a mester feltámadt, a mester él, a mesterrel találkoztak. A János evangéliuma, 20. fejezet, 25. verse valami hasonlóról számol be számunkra, és erről a Tamás kérdésről
tudósít. A János evangélium 20. fejezet 25. verse. Mondának azért néki, Tamásnak, a többi tanítványok. Láttuk az Urat. Ő pedig mondanékik, ha nem látom az ő kezein a szegek helyeit, és be nem bocsátom ujjamat a szegek helyébe, és az én kezemet be nem bocsátom az ő oldalába, semmiképpen el nem hiszem. Tetszenek tudni, hogy Tamás mit mond? Tamás azt mondja, én kérem, egy becsületes, jó tanítványa vagyok az Úr Jézus Krisztusnak. Velem, a gondolkozásommal, a szívemmel semmi probléma nincsen. Az egyetlen gond, mondja ő a tanítványoknak, az ujjam. Ez a szerencsétlen ujjam nem bírja elhinni, hogy az Úr Jézus feltámad. És ahhoz, hogy én tényleg meggyőzzem az ujjamat, ahhoz nekem szükségem van találkozni a Mesterre, hogy a szegek helyébe beletegyem az ujjamat. És ha ez megtörténik, akkor minden rendben lesz. Jézus nagyon jól ismeri Tamást, és úgy dönt, hogy Tamásnak ezt a fajta kérését teljesíti, és a 26. verstől azt olvassuk. 8 nap múlva ismét bennvalának az ő tanítványai, Tamás és ő velük. Noha az ajtó zárva vala, beméne Jézus, és megáll a középen, és mondta, békesség néktek. Azután mondta Tamásnak, hozd ide a te ujjadat, és nézd meg az én kezeimet, és hozd ide a te kezedet, és bocsássad az én oldalamba, és ne légy hitetlen, hanem hívő. Hát nem fantasztikus? Azt mondja Jézus, hogy rendben van. Tamás, hogyha te úgy gondolod, hogy az ujjaddal van baj, akkor fogd meg az ujjadat, és hozd ide hozzám, és ellenőrizd le, hogy én vagyok-e a feltámadt Mester. Most Tamás fülig pirul, és megfogja az ujját, és hozza Jézushoz, mert végül is vele semmi baj nincsen, csak ezzel az ujjával van gond, és belehelyezi Jézus Krisztusnak a sebeibe az ujját, és az ujja miatt, az ujjának a tapintása miatt a térdei kezdenek el hinni. Térdre esik Jézus Krisztus előtt, és azt olvassuk, felele Tamás, és mondanéki, én Uram, és én Istenem. Micsoda történet ez, és micsoda Krisztus ez, aki a mi hitetlenségünket, a mi kételjeinket is megbírja válaszolni. Ezért hadd mondjam azt önöknek, amikor kételyek merülnek fel szívükben, vajon tényleg ezek a bibliai állítások így vannak-e? Vajon a válságból való kilábalásnak a lépései így vannak-e? Szabad kételkedni. A kételkedésünket viszont vigyük oda Jézus Krisztushoz. Engedjük meg neki, hogy kételjeinkkel bánjon, és amikor ő kételjeinket kézbe veszi, ennek a következménye az lesz, hogy meghajlik a térdünk, és azt mondjuk, én Uram, és én Istenem. Majd Jézus azt mondja, bízzatok az én tetteimben. Gyönyörű kijelentése Jézus Krisztusnak ez, ahogyan az előbb olvastam a Szentírásból. Az én atyám házában sok lakóhely van. Ha pedig nem volna, megmondtam volna néktek. Elmegyek, hogy helyet készítsek néktek. Jézus azt üzeni számunkra, hogy van hely az ő országában. Van hely ott, ahol ő lakik, és ahova hazavár bennünket. Ahhoz, hogy megértsük, hogy miről beszél itt Jézus, két korabeli szokást kell felidéznünk, és ezt a két korabeli szokást kell egy picit elemeznünk. Az egyik kép az az utazásnak a képe, a másik kép meg az esküvőnek a képe. Mind a kettő gyönyörű kép, és mind a kettő rengeteg tanulságot tartalmaz. Nézzük az utazási szokásokat. Jézus idejében, amikor fontos utazásra szánta el magát egy közösség, mint például Jézus és a tanítványainak a közössége, akkor minden esetben az utazási csapatnak egy részét előre küldték, hogy elkészítse majd a csapat többi részének a szállás lehetőséget és az étkezési lehetőséget. Pontosan ezt teszi Jézus az utolsó vacsora előtt. A tanítványainak egy részét elküldi, hogy készítsék elő az utolsó vacsorát. Amikor előkészítették a szállást és az étkezést, akkor a csapat többi része követte őket, és a tanítványok természetesen követték az Úr Jézust. Az az érdekes,
hogy mai napig sem változott ez a feladat a Jézus tanítványai számára. Kedves édesanyák és édesapák! Jézus Krisztus ezzel a képpel azt akarja üzenni számunkra, hogy ahhoz, hogy nekünk helyünk legyen az ő országában, ahhoz készítsünk helyet Jézusnak gyermekeink szívében. Hadd tudják meg a gyermekeink, hogy van Isten az égben. Hadd tudják meg a gyermekeink, hogy Jézus Krisztus él. És a mi feladatunk, tanítványoknak a feladata, éppen ez a helykészítés itt ezen a földön, miközben Jézus azt üzeni, én meg az én tetteim alapján helyet készítek a tanítványaimnak az Isten országában. Micsoda kép ez! Amikor ő helyet készít, az ő atyának országában, ez az atya a mi atyánk is. Tetszenek tudni, hogy itt az első sorban, meg a középső sorokban olyan szeretteim ülnek, akik a családomhoz tartoznak. Abban a pillanatban, ahogy megláttam őket, jobban itthon éreztem magam Marosvásárhelyen. Nem azért, mert önök nem voltak elég vendégszeretők, hanem azért, mert a családi kötődés az az otthon érzetet növeli. Amikor a Biblia beszél az Isten országáról, akkor használ különböző kifejezéseket. Az egyik kifejezés az az ország kifejezés. Ezzel szemlélteti, hogy ez a hely ez olyan nagy, hogy mindannyiunkat be tud fogadni, és nyugodt lehet mindenki, hogy lesz helye ott. Beszél a városról. Ez a kifejezés akkor használatos a Bibliában, amikor arra utal, hogy lesznek lakosok ebben az országban. Tehát nem lelkek lebegnek majd valahol, testtelenül, hanem élő teremtményei Istennek foglalják el az ő országát. Néha beszél a királyságról, az Isten uralmának királyságáról. Ez nem mást jelent, mint az Isten kormányzati rendszerét hangsúlyozza a Szentírás, és azt mondja, ha mi azt gondoljuk, hogy a demokrácia a legmagasabb fokú kormányzati rendszer, akkor nagyon tévedünk. Mert a demokrácia, hölgyeim és uraim, végül is mi? A demokrácia az, amikor a többség ráerőlteti véleményét a kisebbségre. Igazságos ez? Egyáltalán nem igazságos, de ennél jobbat mi emberek nem bírtunk kitalálni. Az Isten kormányzati rendszere a teokrácia, amikor Isten az ő jóságánál, kegyelménél, szereteténél fogva úgy tud uralkodni, hogy mindenki egyformán családtagnak érzi magát. Néha a Biblia paradicsomként utal az Isten országára, mert annak szépségét, nagyszerűségét, csodálatos voltát akarja kifejezni. És Jézus azt mondja, az én atyámnak háza. Mi az én atyámnak háza? Hadd mondjam azt önöknek, hogyha én az édesapámat meglátogatom, és édesanyámat, akkor nem úgy megyek oda be, hogy kopogtatok, kezét csókolomot köszönök, és azt kérdezem, hogy beszabad ide jönni? Aztán félszegen keresek egy helyet, az egyik sarokba is leülök, és azt mondom, hogy tessenek már egy kicsit rám tekintettel lenni, és megtűrni engem ebben a sarokban. Az nem lenne az én atyámnak, az én édesapámnak és édesanyámnak a háza. Amikor oda bemegyek, úgy megyek oda, mint haza. Mi ez a haza kifejezés? Mi az otthon számunkra? Ott van otthon az ember, ahol ha akarja, leveti a cipőjét, ha nem akarja, akkor nem veti le a cipőjét. Ha akarja, nyakkendőt visel, és ha nem akarja, akkor nem visel nyakkendőt. Ott van otthon az ember, ahol úgy viselkedik, ahogyan a Jóisten megteremtette. Azzal a jellemmel, azzal a személyiséggel, ahol nem kell viselkedni, ahol kimondhatjuk azt, amire gondolunk. Ahol mindig úgy fogadnak el, ahogyan vagyunk. És ez a csodálatos a családban, hogy nem kell egyáltalán feltenni egyfajta állarcot, hogy másképp viselkedjünk, mint amilyenek és akik vagyunk. Nem csak vendégek vagyunk, hanem azok az emberek, akik ott laknak. Bizonyára hallottak önök is arról, hogy 1999-ben a líbiai kormány megvádolt 5
bolgár ápolónőt és egy palesztin származású, később bolgár állampolgárságot szerzett orvost, azzal, hogy 438 gyereket fertőztek meg a HIV vírussal. Természetesen nem feltétlenül volt igaza a líbiai kormánynak, és nem tudták igazolni ennek a vádnak minden egyes pontját, de ezt a hat embert halálra ítélték Líbiában. Később mindenféle nemzetközi közbenjárásra enyhítettek ezen a büntetésen, és életfogytiglanra változtatták ezt a halálos ítéletet. Aztán, amikor Nicolas Sarkozyt megválasztották Franciaország elnökévé, akkor ő úgy gondolta, hogy ez egy nagyszerű lehetőség arra, hogy ő is személyesen közben járjon. Elment Líbiába, és a Líbia vezetőségével tárgyalt, és azt mondta, kérem szépen, az ítélet megszületett. Mi lenne, hogyha ezek a fogvatartottak, ezek a börtöntöltelékek otthon töltenék le ezt az életfogytiglani börtönbüntetésüket? Végül is, akkor nem önök etetik őket, nem kell foglalkozni velük. Engedjék, hadd menjenek haza, majd az otthoni börtönökben letöltik büntetésüket. Figyeltem a televízióban, hogy mi történik. Hölgyeim és uraim, talán ez volt életemnek az egyik legszebb története. Látni ezt a hat félszegen érkezett embert, akik hazajönnek bilincsben, és attól tartanak, hogy vajon most melyik szófiai vagy bolgár börtönben fogják letölteni életüket. Bevezetik őket egy kis szobába, és azt mondják nekik kemény hangon, hogy önök most itt várakozni fognak. És várakoznak. Eltelik 10 perc, eltelik egy negyed óra, és ennek a teremnek a másik ajtaja kinyílik, és belép Bulgáriának az elnöke. Rájuk mosolyog, kitárja a karjait, és azt mondja, üdvözlöm önöket itthon. Annál a jogomnál fogva, hogy én vagyok az országnak az elnöke, én kegyelmet szeretnék adni önöknek, önök szabadon hazamehetnek. Amikor kijöttek a repülőtér épületéből, tessenek nézni, hogy micsoda öröm van ezeknek az embereknek az arcán, mert ők úgy mentek haza, hogy esetleg büntetést kaphatnak, és erre fölmentették őket, hazamehetnek családjaikhoz. Na most ezt a képet használja bizonyos értelemben az Úr Jézus Krisztus is. Azt mondja, amikor mi megyünk majd haza, oda, ahova ő helyet készített számunkra, akkor majd lesz valaki, aki úgy fog csinálni, mint a líbiai kormánytagok, hogy acsarogtak és vicsorogtak azon, hogy lehet az, hogy ezek szabadon bocsátották ezeket az elítélt börtön töltelékeket. Sátán ugyanúgy haragudni fog majd. Mert ő úgy akar bemutatni bennünket, önt és engem, hogy mi bűnösök vagyunk. Erre, amikor a mennyei atyánk meglát, hogy érkezünk haza, mosolyogva kijön elénk, és azt mondja, gyermekeim, gyertek be, ez a ti otthonotok, örököljétek ezt az országot, ez nektek készítetted. Olyanok legyetek, azok legyetek, akiknek én megteremtettelek titeket. Majd Jézus az esküvői szokásokat használja. Láttam már fiút apával együtt állni az oltár mellett, és vágyakozva tekinteni a kiárat, bejárat felé, hogy jöjjön már a mennyasszony. Tudják, hogy a Jézus idejében hogyan zajlottak ezek a dolgok, amikor házasságkötés tervezete került a napi rendre? A fiatalember megismerte szívének választottját. Hazament, és bejelentette az édesapjának, hogy édesapám, megtaláltam azt, akit én szeretek. Ő az én szívem választott, és nősülni szeretnék. Az apa következőt mondta, fiam, nézz körül itt az udvaron. Nézd meg, hogy mekkora házunk van. Ide nem hozhatod a mennyasszonyodat. Punktum. De építhetünk a házunkhoz egy másik lakrészt. És amikor elkészültünk, akkor hozzad haza a mennyasszonyodat. A fiú egyből azt kérdezte, édesapám, kezdhetünk ma?
És azonnal elkezdték az építést. Amikor befejezték az új lakrésznek a megépítését, akkor odafordult az apa a fiához, és azt mondta neki, fiam, most menjél, és hozd haza a te menyasszonyodat. Mert elkészült a hely. Jézus pontosan ezt a képet használja többek között. Azt mondja, hogy én elmegyek, és helyet készítek néktek. És amikor az én atyám azt mondja, hogy fiam, elkészültek a helyek, menj, és hozd haza a te menyasszonyodat. Mi vagyunk Jézus Krisztusnak a menyasszonya a Szentírás szerint. Jézus azt mondja, bízzatok az én ígéreteimben. Én soha nem hazudtam eddig nektek. János evangéliuma 14. fejezet 4. verse gyönyörűen mondja ezt a kijelentését Jézusnak. És hogy hová megyek, én, ti tudjátok, és az utat is tudjátok. Biztosak vagyunk abban, hogy tudjuk, hogy hova megy Jézus Krisztus? Tamás nem biztos ebben az útban. Tamás úgy van vele, hogy uram, azért ezt meg kéne magyarázni, és rögtön mondja neki, hogy uram, mi nem tudjuk, hogy hová megy, mi módon tudhatjuk azért az utat. Jogos kérdés, és mindannyian feltehetjük ezt a kérdést ma este, hogy biztos tudjuk az utat a válságból kifele? Biztos, hogy tudjuk azt, hogy az égben valahol van egy lakhely, ahol Isten lakik személyesen, és oda hazavárnak bennünket? Sok ember keresi az utat. Annak ellenére, hogy már is az úton van. Annak ellenére, hogy be van mutatva számára az út. Tetszenek tudni, hogy mi a baj? A baj az, hogy mi egy ilyen materialista 21. században élünk, és amikor útról beszélünk, akkor aszfaltozott utat képzelünk el magunk előtt. Erre Jézus azt szeretné, hogy mi mindannyian egy élő személyt látnánk magunk előtt, amikor az útról beszél. 14. fejezet, 6. verse. Mondanéki Jézus, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, hanem ha én általam. Hát nem fantasztikus ez, hogy mindenki, ezen a földön mindenki, csak Jézus Krisztuson keresztül mehet az atyához. Az Egyesült Államokban történt, hogy Vietnámból hazatért egy katona. Karácsony környéke volt. Karácsony előtti nap felhívta a szüleit, ahogyan a partot elérték, és azt mondta, édesanyám, hazajöttem. De tudod, még csak most vagyunk a parton. Még legalább 10-12 óra, míg hazaérünk. De csak szerettem volna tudatni, hogy megvagyok, és jönnék haza. Ó, fiam, mondja az édesanyja, nagyon örülök, hogy jössz. Tudod, ez az időszak a karácsonyi buliknak az ideje. Különböző partikra megyünk el. Hát emlékszel, ezt szoktuk csinálni, ezért tudod, mit mondok neked? Azonnal ülj fel vonatra, buszra, repülőre, ami akad az utadban, gyere minél előbb, hogy ünnepeljünk, és eljussál te is a partira. Erre a fiú megszólal, és azt mondja, édesanyám, kérdezhetek valamit? Hó, persze, fiam. Velem van az egyik barátom. Jöhet ő is? Ó, persze, fiam, te barátod, a mi barátunk is. Hozzad csak őt nyugodtan. Édesanyám, de te nem érted igazán a lényeget. Ez a fiú a harcban elveszítette mind a két lábát és az egyik karját. A gránát repesz eltalálta az arcát, és felismerhetetlenségig roncsolta. Ez a fiú nem néz ki valami jól. Így is jöhet? Az édesanyja azt mondta, hogy persze, fiam, hát hozd el, itt a karácsony idején itt lehet nálunk, aztán majd meglátjuk, hogy mi lesz. A fiú azt mondta, édesanyám, te még mindig nem érted. Ennek a fiúnak nincs hova menni. Ő velünk lakna élete végéig. Hozhatom őt? És az édesanyja azt mondta, hogy ó, fiam, a szociális rendszer a mi országunkban eléggé
kiforrott ahhoz, hogy majd valamelyik intézmény gondot viseljen róla. Tudod mit? Csak te egyedül gyere, hagyd ezt a barátodat ott, ahol van. De igyekezz, mert elkésel a partiról. Az édesanya család többi tagjával elmentek a bulira, és hajnali 3:30 érkeztek haza. Perceken belül megcsörrent a telefon, a rendőrség hívta őket. A rendőr a vonal túlsó végén a következőt mondta. Asszonyom, itt a keleti parton, egy motelben találtunk egy katonát. Vietnámból jött haza. Mind a két lába hiányzik, hiányzik a jobb karja, és az arca úgy össze van roncsolva, hogy nem tudjuk igazán felismerni a rendelkezésünkre álló képről. Ez az ember öngyilkosságot követett el, és a dokumentumaink alapján minden okunk van azt feltételezni, hogy ez az ember az ön fia volt. Mert ez a fiú úgy érezte, hogyha neki hiányzik a két lába és a keze, akkor már nem mehet haza. Úgy érezte, hogyha felismerhetetlenségig roncsolódott az arca, akkor már neki nincs hely. A Biblia, kedveseim, azt üzeni, hogy nem az számít, hogy kinek milyen diplomája van. Nem az számít, hogy ki milyen szépségversenyt nyert meg. Nem az számít, hogy valaki fiú vagy lány, fiatal vagy öreg, gyermek vagy felnőtt. Az egyetlen dolog, ami számít, az az, hogy bízzon Jézus Krisztusban, abban a Jézus Krisztusban, aki az életét adta érte, aki azt mondja, hogy van hely számodra az én országomban. Hogyan várjuk őt felkészülve? Amikor gyerekekkel utaztunk, Virág és Márk sokkal kisebbek voltak, akkor alig indultunk el otthonról, tudják, mi volt az első kérdése a két gyereknek? Apa, odaértünk már? Minél kisebb valaki, annál többször kérdezi meg ezt a kérdést. Tehát a gyerekeknek a kérdése ez, hogy mikor érünk már oda? Odaértünk már? Képzeljék el a váróteremben. A váróteremben többféle fajta várakozás van. Emlékszem arra, amikor vonatra vártunk. Tudják, néztem, hogy ott van-e minden barátom, és kiderült, hogy az egyik legjobb barátom még nincs. Én nem azt szerettem volna, hogyha a vonat minél előbb jön, hanem azt szerettem volna, hogyha a vonat még egy kicsit késik, hogy az a barátom, aki lehet, hogy éppen akkor vette fel a kabátját otthon, amikor fütyült a vonat a másik állomásnál, de azt szerettem volna, hogy elérje. Azt szerettem volna, hogy a vonat késjen. Mások svájci módon nézték az órájukat, és állandóan azt ellenőrizték, hogy pontos-e a vonat, vagy nem. Tetszenek látni, hogy különböző féleképpen várakozunk. De az Isten időzítése tökéletes, mert ő se nem siet, se nem késik el, és ezt olvassuk a Szentírásból. Péter közönséges második levele, 3. fejezet, 9. versében pontosan ez van. Nem késik el az ígérettel az Úr, mint némelyek késedelemnek tartják, hanem hosszantűr érettünk, nem akarván, hogy némelyek elvesztenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson. A Jézus jövetelével kapcsolatosan ebben a könyvben, ami egyenértékű Jézus jelenlétével, nincs dátum meghatározva. Nem tudom, mikor jön vissza Jézus, de számít ez? Számít ez akkor, amikor van egy élő kapcsolatom vele? Számít az, hogy mikor jön, hogyha már itt lakozik az életemben és vezeti az életemet? Egészen biztosan nem. Amikor várakozunk, akkor különböző gondolatokat kell az agyunkon átfuttassunk. Amikor Jézusra várunk, meg kell kérdezzük azt a kérdést. Mire áldoztuk az időnket és a pénzünket, miközben várakoztunk? Ugyanis Jézusnak rengeteg olyan utalása van arra, hogy a felelősség teljes várakozás az, amit ő elvár tőlünk, mert ez növeli az embert. Ez az, amitől nem gyerekek, hanem felnőttek válunk. C.S. Lewis, aki ateistából lett istenhívő tudós, a következőt írja erről. Mindaz, ami nem örök, az örökre
haszontalan. Fiatalok, mindaz, ami nem örök, az teljesen haszontalan, mert az el fog múlni. Ezért a kapcsolataink azok, amelyek igazán megalapozzák az életünket. Nem véletlen tehát Pálnak az a kijelentése, amit most már harmadszorra is idézek, az odafelvalókkal törődjetek, nem a földiekkel. Hogyan várhatunk bizakodva? A válságban a bizakodás kulcselem. Várakozni Jézus Krisztusra és bízni az ő tetteiben, az ő személyében, az ő ígéreteiben egyértelműen egy kulcskérdés. A Róma beliekhez írt levél 5. fejezetében a várakozással kapcsolatosan az apostol Pál következőt mondja. Nem csak pedig, hanem dicsekedünk a háborúságokban is, tudván, hogy a háborúság békességes tűrést nemz. A békességes tűrés pedig próbatételt, a próbatétel pedig reménységet. A reménység pedig nem szégyenít meg, mert az Istennek szerelme kitöltetett a mi szívünkbe a Szentlélek által, aki adatott nékünk. Nem szoktunk imádkozni a próbákért. A földi életnek a nehézségei pedig felkészítenek minket az Isten fiával való találkozásra. A felkészüléshez mindannyiunknak türelemre van szüksége. És ez a türelem, ez felnőtté nevel mindannyiunkat. Hogyan lehetünk türelmesek? A Biblia a szántóvető embernek a példáját hozza elénk. Soha nem felejtem el nagyapámat, az édesanyai nagypapámat, aki megtanított engem szántani. A szántás az egy hihetetlenül nehéz művelet. Ugyanis a ló egyedül megy az ember előtt, és fogni kell az eke szarvát, és úgy kell a barázdában tartani az ekét, hogy közben ne ugráljon kifele az eke a barázdából. Nagyon-nagyon nehéz volt. Erre az apostol azt mondja, hogy ezt mindenkinek meg kell tanulni. Jakab apostolnak a levele 5. fejezet 7. versétől. Legyetek azért, atyám fiai, béketűrők az Úrnak eljöveteléig. Ime a szántóvető várja a földnek drága gyümölcsét, béketűréssel várja, míg reggeli és estvéli esőt kap. Legyetek ti is béketűrők, és erősítsétek meg szíveteket, mert az Úrnak eljövetele közel van. Mit tehet a szántóvető annak érdekében, hogy több gyümölcse legyen? Gyakorlatilag semmit. Az ő feladata az, hogy megműveli a földet, elveti a magot, gondozza a növényt, de a növekedést az egyedül csak a Jóisten adhatja. Majd így folytatja. Ne sóhajtozzatok egymás ellen, atyám fiai, hogy el ne ítéltessetek. Íme a bíró az ajtó előtt áll. Például vegyétek, atyám fiai, a szenvedésben és béketűrésben a prófétákat, akik az Úr nevében szólottak. Íme boldogoknak mondjuk a tűrni tudókat. Jobbnak tűrését hallottátok, és az Úrtól való végét láttátok, hogy igen, irgalmas az Úr, és könyörületes. Amikor itt, ezen a földön gondok, problémák vannak, döbbenjünk arra rá, hogy Isten azért engedi ezeket meg, hogy jobban vágyjunk haza. Ez a föld, ez nem a mi örök otthonunk. Isten tervezett számunkra egy olyan otthon, ahol örökös öröm lehet a fejünkön, és élvezhetjük egy örökké valóságon azt, amit Isten készített számunkra. Miért a látszólagos késés? Úgy gondolom, hogy először is azért, mert Jézus nem mondott le a világ megváltásáról. Sokan már úgy sóhajtoznak, és éppen hallottam a mai nap folyamán egy kisgyermekről, aki azt mondta, hogy ó, ez a nyomorult élet, ez már milyen nehéz. 4 évesen ilyet mondani azért, ez valóban felnőttségre utal. Mindannyian érezzük azt, hogy nehéz ez az élet, és felsóhajtunk. Bizony, jövel Uram Jézus, ahogyan a Jelenések könyvének az utolsó imádsága mondja. Mit tesz valójában a szántóvető ember? A szántóvető ember elvégzi a saját feladatát, és vár. De nem hiába vár. Az amerikai nagy tavak mellett egy öreg ember horgászott. Azt gondolta, hogy végre lesz egy szabad napja, amikor csend honol körülötte. Hogy elkezdett horgászni, alig telt el egy fél óra,
hall egy kis fütyörészést és egy kis éneklést a nádban. Egy 8 éves kisfiú arra szaladgál, és közben énekel, és fütyörészik, meglátja az öreget, és azt mondja, jó napot kívánok! Mire az öreg azt mondja, mi történt magával, bácsi? Nem tud beszélni. Azt mondja, bácsi, hát én szépen beszélek magához, hát kérem, csak mondjon annyit, hogy jó napot kívánok. Körbe szaladgálja az öreget 3-szor, és azt mondja, ó, látom, nem nagyon van kapás, mert csak egyetlen egy halat fogott. Az öreg azt mondja, bácsi, mi baja van? Én szépen beszélek magához. Az öreg már megunta, hogy ez a fiú itt állandóan beszél hozzá, és azt mondja neki, mit keresel itt, fiam? Mit keresek itt, bácsi? Várom a hajót. Én itt akarom megvárni a hajót. Azt mondja, fiam, te egy kisgyerek vagy, neked elment az eszed. Itt várod a hajót, ahol nincsen kikötő. Hát nem látod, hogy itt csak egy ilyen elhanyagolt stég van, és itt nem fog megállni a hajó. A kikötő az feljebb van, vagy 3 kilométerrel, gyorsan indulj el, mert ha nem, lekésed a hajót, és ez az utolsó hajó a mai napon. Azt mondja a kisfiú, bácsi, én itt várom meg a hajót. Azt mondja, hát ilyen gyereket még életemben nem láttam, hogy ez engedetlen, ez a gyerek, ez egy olyan önfejű gyerek, hogy ilyet egyszerűen a föld még nem termett. Az öreg azt mondja, nem beszélek hozzád addig, amíg nem tapasztalod meg, hogy elszalasztod a hajót. Szóval, bácsi, én úgy döntöttem, itt várom meg a hajót. Csend. Eltelik egy jó fél óra, és a távolból lehet hallani a gőzmotornak a hangját, ahogyan jön közelebb, az öreg már dörzsöli a tenyerét, és azt mondja, most egy életre megtanulja ez a kis fickó, hogy érdemes hallgatni az öregre. És erre azt hallja, hogy lelassul a hajónak a motorja, és ahogyan a motor lelassul, lebocsátanak egy csónakot, 2 matróz beleül, kieveznek a partra, ahol a kisfiú áll, intenek neki, hogy ugorjon be, kisfiú beugrik, visszaeveznek a hajóra, fölmászik a gyerek a kötéllétrán, visszaszalad a hajónak a végébe, töltsért formál a kezéből, és azt mondja, hé, bácsi, bácsi, figyeljen csak egy picit! Az öreg oda néz, tátott szájjal nézi a jelenetet, és azt mondja a kisfiú, bácsi, elfelejtettem mondani valamit. A hajónak a kapitánya az én édesapám, és ő mondta nekem, hogy itt várjam meg a hajót, mert fel fog venni engem innen. Azért vártam ott a hajót. Kedveseim, Jézus Krisztus megígérte, hogy visszajön. Várjuk meg őt. Ne engedjünk semmiféle csúfoló beszédnek, hanem egyszerűen csak higgyük el, hogy ő beváltja ígéreteit rajtunk. Luther Márton azt mondja, a nap örömét óhajtjuk. Aki még nincs kész arra, hogy e napot óhajtsa, az még nem érti a mi atyánkot, és még inkább nem tudja szívből imádkozni. Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, köszönjük te neked, hogy te úgy rendelkeztél, mint bölcs atya, hogy a te fiat helyet készítsen számunkra a te országodban, a te házadban. Jó atyánk, köszönjük, hogy te nem csak az Úr Jézusnak, hanem nekünk is atyánk vagy. Micsoda nap lesz az, amikor hazamehetünk. Nem azért, hogy elítéljél, nem azért, hogy megbüntessél, hanem azért, hogy bevezessél a te országodba, hogy azok legyünk, akiknek te megteremtettél bennünket. Tedd meg azt, Istenünk, hogy akik itt vagyunk, akik ennek a sorozatnak a részei, mindannyian ott legyünk a te országodban. Ez a mi kérésünk a Jézus nevében. Amen. Köszönjük.